Sziasztok srácok, én Tóth Patrik vagyok, és ebben a videóban oda fogunk menni random emberekhez, kérni tőlük pénzt, civit, akármit, amit van, és azt oda fogjuk adni hajléktalanoknak. Természetesen ha pénzt adnak, abból elmegyünk bevásárolni, és azt fogjuk nekik odaadni, amit vettünk. A videó lényege az az, hogy rászorulóknak gyűjtünk pénzt, ételt, cigit, akármit. És hogyha ebből lenne nálad valami, tehát tényleg azt visszajutottuk rászorulóknak, ha lenne nálad egy szendvics, vagy ha apró, tökéletes az is. Köszönjük szépen! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Ne haragudjatok! Egy perce feltarthatnak titeket? Persze. Éppen egy olyan videót forgatunk, hogy rászorulóknak gyűjtünk cigit, ételt, pénzt, akármit, ami nálatok van, és úgy gondoljátok, hogy jó lenne egy rászorulónak, basszátok már bele a zsebembe. Oh my god, thank you very much. Köszönjük szépen srácok, Instán majd átküldöm a videó linkjét. Videózunk, nem baj? Részedről baj? Jól van, a videó lényege az az, hogy rászoruló embereknek gyűjtünk, apró kaját, cigit, akármit, és a videó végén majd elmenjünk abban a pénzben, amit kaptunk bevásárolni, ha kaját adjuk, akkor azt tegyük oda, amely cigit adjuk, akkor is azt adjuk. De jó. Szóval, hogy ebből esetleg lenne nálatok valami. Én aprózak, mennyit szeretnél? Édes, mint egy nagy tőle. Nekem annyi apróm van, hogy amennyit is szeretnél, én neked bőven adok. Sziasztok! Videót készítünk YouTube-on, nem probléma? Nem probléma. Jó, van. Egy olyan videót forgatunk éppen, hogy pénzt, cigit, kaját, akármit elfogadunk, és ezt odaadjuk rászorulóknak. Természetesen az is benne lesz a videóban. És hogy ebből valamelyiket tudnál leadni? Persze, hát pénzt. Tökéletes. Aztán ha adsz egy Instát, esetleg át is küldöm neked a videót. Majd. Rendben, én köszönöm. Köszönöm szépen a rászorulók. Köszönöm szépen. Nincs semmit, amit nem segíthettem, benne van. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hello. Hello. Szia, bocsánat, feltartottak egy pillanatra? Videózunk, nem probléma? De. Na, a videó lényege az az, hogy rászorulóknak gyűjtünk pénzt, ételt, cigit vagy valamit. És hogyha ebből te tudnál adni valamit, ami nem a mi zsebünkbe megy, mármint a zsebembe rakom el, de mi majd elmegyünk boltba a videó végén, és azt odaadjuk rászorulóknak. Tökéletes. Tudod benne segíteni, hogy ne legyek már. Sziasztok, bocsi, feltarthatok titeket egy pillanatban? Persze. Patrik, egy olyan kérdésem lenne, hogy rászorulóknak gyűjtünk ebben a videóban, nem probléma, hogy szerepeltek? Nem. Rászorulóknak gyűjtünk pénzt, cigit, kaját, akármit, és hogy ebből valamelyik lenne esetleg nálatok. Nem mondom, hogy nagy tételbe. Kis apró. Tökéletes. Köszönöm szépen. Szóval, köszönjük szépen srácok. Nagyon szívesen. Köszönjük. Legyen szép napotok! Nektek is! Sziasztok! Ciao! Szép napot kívánok! Zavarja, hogyha videózunk? Semmiféle rossz szándék, meg semmi. Rendben. Mi most éppen egy olyan videót forgatunk az internetre, hogy rászoruló embereknek kérünk más emberektől olyan dolgokat, amiket fel tudnak ajánlani, és odaadjuk rászoruló embereknek. És lenne egy kérdésem, hogy elfogadna tőlünk egy túró rubit? Hallod? Meg egy 200-as is adja az úrnak. Fogyassza egészséggel. Illetve még... Na köszönjük, önöntes rátok, hogy kell. Nagyon szívesen. Megvettük a dolgokat a rászoruló embereknek. Szóval kettő ilyen csomagot állítottunk össze a felében, mindkettőben ugyanaz van. Most az egyiket megmutatom. Az első és legfontosabb íz, az mindig kő. Pár darab zsemle, felvágott. Két alma és egy pogácsa, amit véletlen ide fogtam. Na, szia Töki! Hoztunk neki egy kis elemózsiát ajándékba.
Ezzel szeretném neked megköszönni azt a sok szívességet, amit te is megteszel értünk, most ezt nem részletezném videóba, de tudod, mire gondolok. És képzeld el, hogy ezeket úgy vettük meg, hogy mentünk emberről emberre, és őket kértük meg, hogy adjanak egy kis aprót, egy kis pénzt, akármit, hogy abból vegyünk neked, nektek, mert volt Tyson, gondolom ismered, neki is vettünk egy ugyanilyen darabot, 100%-ot ugyanezért lenne, és azért kerestünk meg, hogy ezt videóba adjuk át, egészségedre. Köszönöm, Gyuri. Nagyon szépen köszönöm. Hogy az egészséggel? Úgy lesz. Biztos, hogy. Na nézd meg, mi van benne, mert már izgulok, nem mi nézem. Lesz a reakciód. Nem nézem. Nem nézed meg? Nem. Legyen meglepetés. Rendben. Amigo. Na szevasz, uram. Jó, hogy van. Légyél felnél is. Hoztam neked egy pár dolgot. Köszönöm szépen. Passziva. És örülnék, hogyha megnéznéd őket, illetve elmondanád, hogy mégre mennyire volt szükség. Megmondom neked őszintén, mindjárt. Tessék, uram. Uram. Fogadj sok szeretettel. Ó, Gyató, nagyon kedves vagyok. Jó Isten áldja meg bennünket. Mi papa vagyok, 64 éves. Milyen szeretettel, hogy sorlatul van. Igen? Pont arra szeretnénk a videónézőket buzdítani, hogy nem szégyen segíteni a rászakot. Köszönöm szépen! Álljon, hogy lehet, hogy jó Isten! Ó! Sok manna, minden! Ó! Gyerek! Jaj, de vedesek van! Jaj! Jaj! Köszönöm szépen! Ó! Gyerekek! Tudják, mikor ettem? Tegnap előtt! Megkérdeztem! Hoztunk egy kis vizet is mellé öblíteni. Köszi! Köszönöm! Ha! Miért tetszik? Ja, ezek kezdődöttem! Balaton szeretem. Ez. A Balaton, a szívem csücske. Ah, gyerekek, mi jó voltok hozzám. Hálával tartom meg. Hálával. Tudják, ha tudok segíteni, szóljatok. Itt megtaláltok. Ebben a 250 körzetben. Holyomnál, meg itt. Ánul. Na, Tyson, köszönjük szépen, hogy részt vettél a kis videónkban, illetve, hogy elfogadtad tőlünk ezt a kis csomagot. Köszönöm szépen. Gyerekek, hallgassó. Ja! Passziva!